Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Két olyan ügyben várom válaszát, amelyeknek ön személyes érintettje is, amelyek joggal borzolták a teljes magyar közvéleményt, de mindenek előtt a Fidesz és az ön eddigi támogatóinak kedélyét. Az első Simicska Lajos az ön volt kollégiumi szobatársa és az ön közötti zajos szakítás ügye. Ennél vulgárisabb szakítást még egy dél-amerikai szappanoperában sem lehet látni. Az ügy azonban korán sem vicces, hiszen Simicska Lajos az elmúlt évtizedekben az ön és a Fidesz legfontosabb háttérembere volt. Csintalan Sándor nyilatkozata szerint ez idő alatt a Fidesznek talicskázta a pénzt. Bayer Zsolt, a Fidesz alapítója az alábbiakat írta róla, neki idézem. Te is tudod, Lajos, én is tudom, kedves Lajos, hogy nélküled már nem lenne Fidesz, már 94 óta nem lenne. Külön érdekessége mondatoknak, hogy nem önről, Orbán Viktorról állítják ezt, hanem Simicska Lajosról. Mi történt, miniszterelnök úr? Kérem, mesélje el, hogyan élte meg azt a pénteki napot. Mégis mire számíthatnak az ön szövetségesei, ha az egyik legrégebbi barátja már a fizikai megsemmisítésétől tart? A másik kérdés pedig Putyin elnök látogatásához kötődik. Mint ismert, az orosz elnök a Fiumei úti temetőben megkoszorúzta a szovjet emlékművet, ami az ő részéről érthető is. Azonban tette mindezt az 56-os forradalmat leverő szovjet hősökről megemlékező emlékmű árnyékában. Miniszterelnök úr, hogyan járulhatott hozzá ehhez ön házigazdaként? Szóvá tette a KGB volt ezredesének, hogy ez a gesztus felér a magyar nemzet megalázásával? Milyen érzés volt ezek után tárgyalni Putyinnal? Vagy a gáz- és atombiznisz felettette-e már önnel, hogy mi is volt a Fidesz igazi genezise? Végezetül kérem nagy tisztelettel miniszterelnök urat, válaszában kerülje az önök, az elmúlt 8 év, a kommunisták és az egyéb hasonló kifejezéseket. Őszinte válaszával ugyanis elsősorban saját választóinak tartozik. Várom válaszát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdésre Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszol. Megadom a szót, miniszterelnök úr. Bár kétségkívül, tisztelt képviselőtársam, igaz, hogy okkal emlegethetném mindazt, amit ön eltanácsolt tőle, mert önök mégiscsak kommunisták voltak. Mégiscsak önök kormányoztak az elmúlt 8 évben, de miután megkért erre, ezért most ettől eltekintek. Helyette inkább válaszolnék a másik két kérdésre. Az első dolog, az első kérdés, amit felvetett arra, azt tudom válaszolni önnek, hogy minden kérdés megvitatható a magyar politikában, de nem lehet méltatlan helyzetbe hozni se a magyar közvéleményt, se a magyar választópolgárokat, se a politika iránt érdeklődő embereket. Ezért a magyar kormány egy bizonyos szint alatt semmilyen vitában nem vesz részt. Ami a szovjet emlékműgyét illeti, ön bizonyára ismeri a valóságos tényeket, amelyeket most itt jóindulatúan mellőzött. Valóban egy nehéz helyzetben vagyunk, két okból is. Magyarországot a II. Világháború során Szovjetunió katonái megszállták, és az 56-os forradalmat pedig a Szovjetunió beavatkozásával leverték. Mind a kettőnek voltak szovjet katonai áldozatai. Mindkettőnek, mind a két esemény áldozatainak vannak emlékművei. Az ezekhez való viszony a Magyarországnak mindig is felemás volt, és felemás is marad. Természetesen a felemás politikai viszonyt fölülírják az emberi és keresztény megfontolások. Ráadásul a II. Világháborúban elesett katonák és az 56-os szovjet agresszióban elesett katonák emlékműve, illetve síremléke egy helyen található, nehéz őket külön választani. Ezért Magyarország mindig, bár kétségkívül az itt elmondott politikai feszültséggel kísérve, de tudomásul veszi, ha az Oroszországból érkező vezetők, egyébként ha Ukrajnából jönnének is hasonlóképpen tennénk, kegyeletüket fejezik ki ezeknél a síremlékeknél. Csak annyit említek meg még válaszképpen, hogy amikor Magyarország megtámadta a Szovjetuniót a fasiszta Németország oldalán, és a katonáink elestek a Donkanyarnál, akkor ott eltemették őket. Ott ma emlékművek vannak, síremlékek vannak, amik Oroszország felől nézve az agresszorok síremlékei. Mégis ez idáig egyetlen alkalommal sem emelt Oroszország kifogást az ellen, azokat a sírokat gondozzuk, fönntartsuk, sőt, ők maguk is szerepet vállaltak ebben, és lehetővé teszik, hogy Magyarország mindig kifejezze ott a kegyeleti érzéseket, amikor hivatalos delegáció erre jár. Szerintem ez helyes, és a kölcsönösség ebből a szempontból kívánatos. Köszönöm a figyelmét! Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Köszönöm szépen, ami a kommunistázását illeti, miniszterelnök úr, úgy tudtam eddig a Fideszben, ez nem felemás válasz kérdése volt eddig legalábbis, de most megtudtuk öntől, hogy
most már ez önnek is, vagy önnek felemás kérdés. Tisztelt miniszterelnök úr, amint mondtam a valódi válaszával saját képviselőtársainak és saját támogatóinak tartozik. Mi köszönjük szépen a magunk részéről, azt gondoljuk, hogy tisztában vagyunk vele, hogy mire számíthatunk öntől. De ezek az ügyek mégiscsak azt mutatják, hogy önnek a hatalom és a pénz fontosabb, mint az elvei, és azt gondoljuk, és azt látjuk, hogy ezek az ügyek intő példa kell legyen, és elsősorban a Simicska ügyről beszélek, intő példa kell legyen az összes fideszes politikusnak és támogatónak, ami az ön és a volt szobatársa közti harcban ma Magyarországon van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat. Megadom a szót miniszterelnök úr. Már válaszoltam, köszönöm. Köszönöm miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, Volner János, a Jobbik képviselője azonnali.